Benyomom 30-szor. 3. Fontos, hogy minden egyes lenyomás után fölengedjem, de ne engedjem el. Játszótéri hősök címmel hirdetett a Vöröskereszt kísérleti programot. A szervezet ezen a nyáron két fontos témával keresi fel a 11. kerületi játszótereket, az újraélesztéssel és vészhelyzeti ismeretekkel, melyet játékos formában, korukhoz igazított tematikával sajátíthatnak el a gyerekek. Június 29-én a Diószegi utcai játszótér volt az első állomás. Valóban ma indul az a program, amit egy innovatív kísérletnek gondolunk. A Budapesti Vöröskereszt budai régiója ötlete és szervezése ez. Az volt a célunk, hogy nyáron ebben a gyönyörű budai környezetben a játszóterekre kivonulva megpróbáljuk a legkisebbeket, az óvodás, kisiskolás korosztályt megismertetni, a segítségnyújtás, az első segélynyújtás, baleset megelőzés különféle formáival. 8 alkalommal 8 különböző helyszínen. A gyermekek egy úgynevezett ambu fantom segítségével sajátíthatják el az újraélesztés folyamatát, a vérzéssel járó sérülések ellátását, valamint a csonttöréssel kapcsolatos teendőket. A cél elsősorban az érzékenyítés, és nem a tökéletes ellátásra való felkészítés. Nagyon fontos, hogy az első segélynyújtást megtanítsuk nekik. Ez az első programelem, talán a legfontosabb. Majd veszélyhelyzeti ismereteket is biztosítunk nekik, úgy, mint mi az a szénmonoxid, mi az az árvíz, mi az a téglivihar. Majd van egy harmadik opciója ennek a programsorozatnak. Készítünk egy 12 négyzetméteres molinót, amelyen a gyerekek a kis kézlenyomatukkal fogják kiszínezni a Vöröskeresztet. Majd, hogyha mindezzel végeztek, beleülhetnek egy igazi versenyautóba is. A feladatok elvégzéséért cserébe felkészítő füzetet is kapnak a lurkók, amiből megtanulhatják, mi a teendő lakástűz, szénmonoxid mérgezés, árvíz vagy vihar esetén. Mivel az önkormányzat tulajdonában vannak a programban szereplő játszóterek, a kerület vezetése vállalta a házigazda szerepét. Amikor megkeresett minket a Vöröskereszt, hogy ezt a programot idehoznánk kerületbe, akkor mi azonnal igent mondtunk, mert nagyon fontosnak gondoljuk, hogy már nagyon korán, lehetőleg még óvodáskorban azt a segítő attitűdöt ki tudják alakítani a gyermekeinkbe, amelyre azt gondolom, hogy a elkövetkező generációnak mindenképp szüksége van. A további helyszíneket interneten, valamint az Új Buda Újság legutóbb megjelent számában lehet nyomon követni. A rendezvény zárására július 25-én kerül sor a Bikás-Dombi játszótéren, ahol értékes nyereményeket sorsol ki a Vöröskereszt, melyek között szerepel élményautózás és családi ebéd meghívás is.